A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárban jelenleg 14 elem van, ilyen például Besenyei György munkássága, a paszabi szőttes vagy a szatmári középkori templomok. A vándor kiállítást már több településen láthatták az érdeklődők, jelenleg a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár emeletén tekinthető meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értékek tára kiállítás. Több állomása volt, hál' Istennek megyén kívül is eljutottunk, már Budapesten is meg tudtuk mutatni. Ez ugye két pályázat már, ami a vége feléhez közeledik. Az első pályázatban azt hiszem, hogy 5 állomást jártunk a megyében, és ez most a második pályázatos kör, amelyet szintén megnyertünk, és itt szintén 5 állomás volt, ahol meg tudtuk mutatni a értéktár kiállítást, és bízunk benne, hogy a későbbiekben is lesz még lehetőségünk arra, hogy már reményeink szerint a kibővített értéktár kiállítást el tudjuk vinni a megye lehető legtöbb településére. A közgyűlési alelnök hozzátette, az értékek tára hamarosan bővülhet a szatmár-beregi gyümölcsös és fás legelőkkel, valamint Józsa András életművével. Egyéni javaslatok alapján egy nyomtatvány kitöltésével bárki ajánlhat új értéket, amiről később a helyi értéktárbizottság dönt.